Rövid, de annál intenzívebb és forgalmasabb szezonon vannak túl a Tiszató térségében működő turisztikai szolgáltatók. Amilyen bizonytalanságot, kilátástalan gazdasági kihívást jelentett a tavaszi járványhelyzet, annál jobban sikerült a nyári főszezon. Látogató rekordokról szólt az idei nyár az abátszalóki Tiszató strandon. A szálláshelyekre már júliusban is nagy volt a kereslet, a strand látogatottsága pedig a következő hónapban ugrott nagyot. Két hónap alatt 60 ezer embert fogadtak, ami az áthaladó kerékpáros forgalmat is számolva már 75 ezer főt jelent. A szálláshelyek tekintetében is hasonló adatokról számolt be. Körülbelül 30%-os a növekedés a tavalyi szezonhoz képest. Szeptemberben ugyan elmaradnak a szokásos csapatépítő tréningek, de az ősz is biztatóan indult. A hétvégéken már telt ház van, míg a hétköznapok változó foglaltsággal telnek. Érezhető, hogy elkezdődött az iskola. Október 10 és november 10-e között már minden szállás foglalt. Többnyire külföldi horgászok látogatnak el hozzánk, akik ebben az időszakban rendszeresen a Tiszatóhoz járnak horgászni. A járványhelyzet miatt ezen időszak sorsa erősen kérdéses, de bíznak a szakemberek a legjobbakban.